az előttünk álló napokban is az ország döntő részén komoly felhős napos időre kell készülni, kis számban azonban záporok és zivatarok is kialakulhatnak majd vidékünkön. Több helyen kísérhetik élénk széllökések az északi-északkeleti szelet, de zivatarok környezetében átmeneti szélerősödésre is számítani lehet. A csúcshőmérséklet döntően 25 és 28 fok között várható, késő estére azonban 13 és 18 fok közé hűl a levegő. Éjjel az ország túlnyomó része felett lecsökken a felhőzet, csillagfényes, derült, nyugodt éjszaka áll előttünk. A leghűvösebb órákban 17-18 fokos minimumokra van kilátás. Csütörtökön a meteorológiai nyár első napján sok napsütés mellett kellemes időjárás várható, csak kevés helyen alakulhat ki csapadék. Markáns változás egyelőre nem látszik az időjárásban. Mérsékelt marad a szél, 24-29 fok közé melegszik a levegő. Pénteken napos, gomoly felhős időre készülhetünk, csak elszórtan alakulhat ki egy-egy zápor, illetve kisebb zivatar térségünkben. Megélénkül az északi szél, délután 25-26 fokot mérhetünk. Szombaton napos idő várható, csak elvétve lehet csapadékra számítani. Élénk erős lesz az északkeleti szél, 25-26 fok várható a legmelegebb órákban. Vasárnap a napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg, néhol kialakulhatnak kisebb záporok is vidékünkön. Helyenként megélénkülő északkeleti szél mellett 26 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hétfőn a napsütés mellett kellemes idő lesz, de elszórtan most is lehetnek záporok, zivatarok térségünkben. Helyenként megélénkül az északkeleti szél, a csúcshőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Koranyárias időjárásra számíthatnak a régió más országaiban élők is holnap. Kisebb zápor vagy zivatar csak szorványosan alakulhat ki és zavarhatja meg a napsütést. Belgrádot, Bukarestet, Esziket és Szarajevót érintve. 27 fokos maximum értékekre számíthatnak a Szeged és Bukarest közelében élők, csak némileg mindössze 2 fokkal lesz alacsonyabb a hőmérséklet Budapest, Temesvár, Kolozsvár, Eszék és Ljubljana közelében, ezeken a helyeken ugyanis 25 fokig húszik majd fel a hőmérő higanyszála. Legalacsonyabb hőmérsékleti érték továbbra is Szarajevóban lesz tapasztalható 17 fok kíséretében.